Pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A telefonvonalba Pártai Lúcia, kezi csókolom, szarvas felé halad, sok-sok kérdésem van. Először is egy szoborpark avatáson fog részt venni. Ön egy legendás hírű időjárás jós, úgyhogy jósolja meg nekünk azt is, hogy milyen lesz az időjárás, mi járatban van Szarvason, és utána hova megy, Nagyváradra. Így van, Péter. Csak előjáróban annyit, hogy én magam is félig meddig újságíróként a jóstót szoktam használni, de azért a matematika, fizika, kémia tudománya és minden egyéb, ami ehhez társul, azt gondolom, hogy a jóslástól kicsit messze áll. Éppen itt volt az ideje, hogy leleplezzük, hogy nagyon komoly tanulmányokat végzett ahhoz, hogy el tudja nekünk mondani, hogy mi is vár ránk az esetben. Így van, és ez a legfontosabb. Hogy ezeket a tudomány területeket le kell fordítani úgy, hogy érthető legyen mindenki számára. És éppen ezért mondom, hogy kedves Péter, most ragyog a nap a főváros környékén Magyarországon, illetve az ország legnagyobb részén nagyon szépen süt a nap. Nyugat-Magyarországon Győr és Szentgotthárdtól nyugatra borult a reggel. Vannak kisebb felhőfoltok az Alföldön, valóban itt Szarvas környékén is hasonlóan. Ettől függetlenül már is kellemesen emelkedik a hőmérséklet. A most következő napokban ugye izgalmas a helyzet, mert haladunk a tavaszi napi egyenlőség felé. És nem tudom, hogy kedves Péter tudja-e, hogy 2011-ben volt ebben az évszázadban utoljára, hogy a tankönyvben tanult március 21-én volt ez a dátum, mert most évtizedeken keresztül március 20-án történik meg a nappal és az éjszaka egyenlősége, azaz a napi egyenlőség. De nem menjünk ilyen gyorsan előre, mondhatom, hogy mi várható ma, illetve holnap az ünnepnapon. Én... Természetesen ezért hívtam, de engem az érdekelne, hogy vajon Miskolcon fáklyás felvonulás lesz az esti órákban, el fogja verni őket az eső, és a márciusi ifjakat a Pilvaxba és a múzeumnál kell-e, hogy legendás esernyőket vigyenek magukkal? Nem lesz ilyesmi, biztos, hogy nem, ugyanis holnap reggel, derűs reggelre ébredünk majd, kicsit még mindig a maihoz hasonló hűvös lesz, plusz egy fok körül alakul a hőmérséklet, még mindig főleg az északi közép. Tehát öltözzenek rendesen föl azért. Jól föl kell öltözni, mint most ma reggel, mert még lesznek gyenge talajmenti fagyok fönt Borsodban, illetve Hevesben, aztán érkezik egy vékony felhőtakaró Szlovákia-Ausztria irányából fölénk, szépen majd sodródik. Ennek van valami üzenete is, politikai üzenete ennek a felhőnek? A felhősödés? Hát ki kiértse úgy, ahogy szeretné. A lényeg az, hogy a mindenféle módon a természet, az azt jelenti holnap, március 15-én, hogy igen, a derűre érkezik egy mérsékelt felhőtakaró, és ez a felhőtakaró visszafogja majd a napsütést, így a hőmérséklet 14 fok körüli értéke azért nem lesz ennyire jaj, de magas, de azért tegyük hozzá, hogy egy normális tavaszi nap várható március 15-én. Említést érdemlő csapadék nem várható. Holnap este nagyjából a Szabolcs környékén lehet pár csepp eső, de az is csak eső formájában. Egyébként az ország 99%-án nem várható csapadék holnap az ünnepnapon. Drága Lucia, és határon túl? Ó, nagyon érdekes a helyzet. Kedves Péter, sejti-e, hogy például most Kanadában van a leghidegebb, illetve New York állam környékén. Ha hiszi, ha nem, most legutoljára Ontario és Quebec tartományban, de az Egyesült Államok északi részén és keleti partjai mentén New York környezetében egészen északon, tehát Ontarióban mínusz 27 fok a jelenlegi hőmérséklet. New York környékén pedig mínusz 8, és havazik.
Ugyanakkor, ha délebbre megyünk, akkor Rio de Janeiro-ban 24 fokot mértek legutóbb, és esik az eső. Ha átugrunk egy kicsit keletre, mondjuk távol-keletre, ott plusz 10 fokokat mérnek, Ausztráliában pedig Darwin környékén plusz 37 fok a jelenlegi hőmérséklet. Drága Lucia, mostani beszélgetésünket szenteljük emlékül drága férjének, aki most a fenti kávéházból nyugtázza azt, hogy maga állja a sarat és tovább viszi azt, amit ő elkezdett önnel csinálni. Ennek jegyében kívánok önnek nagyon szép március 15-ét, kellemes szóravatást, és visszavárjuk, és ne felejtse elmondani nekünk, mielőtt elbúcsúznánk, hogy mit is fog csinálni. Most Szarvason, az Arborétumban az igazgatóasszony, a dr. Hanyacs Katalinnal valóban egy szobor kiállítás megnyitón dolgozunk. Ennek majd áprilisban lesz itt az ideje, de hát addig is tesszük a dolgunkat. Most a jövő héten a Meteorológiai Világnapon március 23-án itt Szarvason a Művelődési Központban tartunk egy előadást, közösen Katalin asszonnyal, illetve jó magam. Elsősorban a diákoknak, de várunk mindenkit, tehát 23-án délután 2-kor, mert hogy az Arborétumban buszokkal kéne a diákoknak kijutni, inkább mi megyünk be a városközpontba, és a Meteorológiai Világnapon kérdezhetnek, amit csak tetszik, de a mai napon Katalin asszonnyal elindulunk Nagyváradra, ott egy megbeszélésünk lesz, mert további nagy terveink vannak, és egy együttműködésen munkálkodunk éppen. Mi meg még a Meteorológiai Világnap előtt ide várjuk élőbe a stúdióba, hogy ezt is meg tudjuk beszélni. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, a viszontlátásra. Legyen derűs a napjuk. Minden jót, Péter, viszonthallásra. Kezdjük csokron viszonthallásra. Az elmúlt percekben Pártai Lucia meteorológust hallhatták. Ezzel telefonon, ezzel tulajdonképpen vége is tért mai március 14-i politikai reggeli magazinműsorunk, a Pirkadat. Arra kérem önöket, hogy 15-én ünnepeljenek velünk. Természetesen mi 15-én is itt leszünk, felvételről szenzációs, mély interjúkat fognak hallani, egy-két helyszínről be is fogunk jelentkezni, ne felejtsék, március 15-e azért van, hogy szabadon ünnepeljenek, együtt legyenek a családdal, kiki hovatartozásának megfelelően menjen el, akár a Pilvaxba, akár a múzeumkertbe, bárhol hatalmas lehetőségek vannak, egy a lényeg, érezzék jól magukat, legyen együtt a család, és ne felejtsék, mi itt vagyunk, a nap 24 órájában, keljenek velünk, térjenek nyugovóra velünk, ez a heti tévé, most pedig jön egy híradó, és azt követően a délelőtti magazinműsorok velem legközelebb este 7 órakor találkoznak, megint egy új vendéggel, a 7 órás vendéggel, addig is érezzék jól magukat, a viszontlátásra.